Dudás Kálmán méltatlanul mellőzött költő. Ennek az az oka, hogy a világháború után Magyarországra költözött. Így a szocializmus ellenségeként tekintettek rá, pedig ő csak feleségét követte Budapestre. Így az, hogy innen kiátkozták, például hogy az ügyeletes irodalmi bírók idézőjelbe, akik feladatul kapták, már volt kollégák közül, hogy ezekről jogot nem lehet írni. Ez volt az egyik, és aztán amikor oda került, ott meg az ÁVO kapta el, mint jugoszláv kémet, úgyhogy 10 hónapig nyaggatták, faggatták, vizsgálati fogságban volt. A kisegyesi általános iskolások vers összeállítást készítettek Dudás Kálmán műveiből. Nem ismerjük Dudás Kálmán, nagyon nem ismerjük, nagyon keveset tudunk róla, még mi is, akik a nevét tovább visszük, gondolok is, akik mondjuk Kishegyesen a Dudás Kálmán utcába lakhatnak, ők sem nagyon tudják, hogy ki lehetett Dudás Kálmán. Ezért fontos ez a centenárium, és ezért fontos ez a megemlékezés. A kalandja a mai Híd folyóirat elődje. Ma már a régi lapszámok is hozzáférhetőek az interneten a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek köszönhetően. Mindez nem csak egy 21. századi vívmány, hanem egy új megközelítési módot is lehetővé tesz. A kutató számára segíti azt a munkát, hogy egyszerre szintézisben és egyéni kis szegmensében is, akár az illusztrációktól kezdve az irodalmi jegyszéken át, a szerzők bibliográfiai adatáig mindazt megtalálja, ami ma a kutatást és az emlékezést, ugyanakkor pedig a két háború közti művelődés történeti értékeknek a megőrzését is jelenti. A kishegyesi politikai viták miatt az idén kétszer emlékeznek Csépe Imrére. Október 6-án újra összegyűlnek a neves népi író tisztelői.